Gyulán, Győrben, ahol immár nem csak 8-10, hanem 300 fiatal képeznek trükklovasnak. A legjobbak ma itt vannak velünk, 10 évestől kezdve a legfiatalabbak móni lovakon, és természetesen a derékkal generáció, akik már rendszeresen szerepelnek bemutatókat. El kell árulnom önöknek, hogy a Tóth Szilárd hogyan került a nemzeti vágtára. Első években magyar kaszkadőrök csapatokkal bemutatókat tartottunk, de valamilyen oknál fogva legjobb magyar kaszkadőrök is nagyon sokat lehullódtak a lovakról. Egyszer megkeresett minket egy győri fiatalember, Tóth Szilárdnak hívták, és azt mondta, hogy neki van pár lovasa, vállalja, hogy ők a trükklovas bemutató alatt nem fognak leesni a lovakról. Sőt, azt is hozzátehette, hogy az első alkalommal nem térnek fizetséggel. De ha jók lesznek, ígérjük meg, hogy minden vágtára elhívjuk őket. Önök szerint jók voltak, Szilárdé? Idén 10. alkalommal vannak itt a nemzeti vágtárán a győri ördöglovasok! Kötelező tapsolni, hogyha önök ugyanezeket meg tudják, hogy megmerik csinálni. Ezt leszámítva mindenkinek kötelező a hangorgány kérdéseit a Lépítvai Lovas Központban. A győri ördög lovasokat látják! Tóth Szilárd a lovasok mozdulatait a honfoglaló őseinktől vette, illetve a honfoglaló ősök lovas kiképzésétől. Ismerjük a lovasoktól azt, hogy a gyergekbe hátrafordulva nyilasztak. De azt kevesebben tudják, hogy nem csak hátrafordultak a gyerekbe, hanem a lovak oldalán is megütnek, amikor cseles vadmozdulatokat mutattak be. Ezeket a mozdulatokat tanították meg az ördög lovasoknak is. De azt még a honfoglalók se csináltak, hogy hátrafele ültek a gyerekbe. És aztán a lábukat pedig végképp nem lobálták az ellenség felé. Tegnap láthattunk egy ilyen bemutatót, leülnek
a lovak eléli, és együtt készülnek a bemutatóra. A legfontosabb, hogy Szilárd mondja, a lovak lelkének megszólítása, a lovak és a lovak lovas lelkének találkozása. Ha ez megvan, akkor természetes módon születik meg az a bizalom, amelynek nyomán a ló soha nem hagyja cserben lovasát, és a lovas se hagyja soha cserben lovát. Két szív, egy dobbanás. A lovasok 6-7 éves kortól kezdik. Ez a gyakorlat arra jó, hogyha valaki lejtett valamit a pályán, akkor egy győri ördöglovas bármikor felveszi. Arra kicsit
bűnrovagást, és a gyermekek édesanyjai, akik az első években többetlen figyelik, hogy minek képesek gyermekeik, megalapították a Bűnrovas Édesanyák Egyesületét, amit háttérben segíti a munkát. Sőt, az apukák között már ott már olyan, aki alulnézte a lányát, amik bűnrovagolt, ami 55 évesen azt mondta Szilárdnak, hogy szeretnék én is trükklovas lenni. Ma nincs köztünk, de 55 évesen tanult meg trükklovagolni, és ennek már 10 éve, és 10 éve trükklovagol 65 évesen. De most azt nézzük, hogy egy fiú és egy lány lovas egyszerre a gyerekbe ment. Mire képes? Azért jó, mert lehet beszélgetni egymással szemben is. Sőt, lánykérés is lehet tartani, ajánljuk ki trükklovasoknak esküvő előtt. Lánykérés, lovon! És ugyanez Pórin, a 10 éveseink is, egy Pórin két lovas, egy hatalmas napsolt a Pórin párosoknak. A Szilvásváradi Hősök terén a győri trükklovasokat látták.